Minimális célként a legjobb 8 közé kerülés kitűzve vágott neki a szófiai úsz- és B-csoportos Európa-bajnokságnak a magyar válogatott. A Pór Péter által irányított a nyíregyházi Fazekas Csabáti soraiban tudó együttes első három meccsén a csehek, a hollandok és az oroszok ellen is vereséget szenvedett. A folytatásban 4 győzelem következett Örményország, Macedónia, Luxemburg és Grúzia ellen. Az utolsó mérkőzésen Portugáliától elszenvedett 67-60-as vereség viszont azt jelentette, hogy a magyarok a 10. helyen fejezték be a kontinens viadalt. Csalódott voltam én is, mint a csapattársaim. Ugye nem ez volt a kijelölt cél, szerettünk volna legjobb nyolcba bejutni. Sajnos az első mérkőzést a csehek ellen csúnyán elrontottuk. A későbbiekben pedig már csak az segíthetett volna, hogyha a körbeverésbe mi jövünk ki jobban. Így 9-16. Helyért folytathattuk a csatát. Szerintem ez a 10. hely nem olyan rossz, lehettünk volna jobbak is, de nagyon foghias volt a keretünk. Ugye sokak küzdöttek sérüléssel, valaki pedig külföldről nem tudott hazajönni. Hát én örültem, hogy ott lehettem ebbe a keretbe egy évvel fiatalabbként, és ugye kezdő is voltam, aminek szintén nagyon örültem. Lehet, hogy teljesíthettem volna jobban is, ha többet játszom, de nekem ez szerintem jó tanuló pénz volt ez az EB. Az Európa-bajnokságot az a lengyel válogatott nyerte, amelyet a magyarok magabiztosan győztek le a felkészülési időszakban. Nagyon nehéz felkészülni egy ilyen EB-re, mert ugye a barátságos mérkőzéseken sokat hibázhatunk, tehát ott ki lehet javítani a hibáinkat, de itt az EB már azt fog dönteni, aki azon a meccsen az dönt, hogy mennyire koncentrált a csapat. Szóval nekünk ez annyira most nem jött össze, de én bízom benne, hogy a későbbiekben jövőre esetleg az úszas válogatott jobb helyezés fog majd elérni. Addig azonban még vár egy szezon a fiatal játékosra a Nyíregyháza Blue Sharks csapatában, amelyhez hétfőn csatlakozik Fazekas Csaba.